Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Bélapát falváról, és ismét egy vonalbejárás lesz, mégpedig a 87-es vonalnak a régi nyomvonalát fogom bejárni, ami itten a másik irányból indul, és ott arrafele fog kiágazni. Ez a Mikó falvát is érintő nyomvonal lesz, és nem sokkal hosszabb egyébként, mint a mostani, csak nem annyira egyenes. És majd mesélek a történetéről, hogy pontosan mi, vagy hogyan is zajlott a nyomvonal korrekció, mert az is egy érdekes történet maga. Tehát először nézzünk itt körbe Bélapát falván. Látjuk, hogy nagyon sok vágány van, és ez azért van, mert sokkal nagyobb forgalomra tervezték eredetileg. Ugyanis a Bélapát falvi cementgyár, ami már ugye bezárt, hatalmas elforgalmat bonyolított, és bizony ehhez kellett a sok vágány. De hát most már gyakorlatilag szerintem csak az átmenőt használják leginkább. Esetleg, hogyha nagy ritkán van itt keresztezés, bár mostában nem szokott most már annyira, ugye meg van nyírbálva a menetrend, hogy nincs rá szükség. Úgyhogy látjátok, a többi vágány az vastagon rozsdás, viszont nagyon sok van. De hát akkor most haladjunk tovább, és majd, hogyha kijöttem a nyílt vonalra, akkor majd így jelentkezek. Nézzétek, itt látszik is az első nyom, az a kettős szelvény. Ugye a régi és az új nyomvonalnak is más szerint, de hát ennyire látszik, hogy egy kilométer különbség nem volt a kettő között, és bizony, ez már a egyik kiágazó iparvágány, de ez még nem a régi nyomvonal, bár ebből ágazott ki. Úgyhogy látjátok, fel is van szedve, de itt ez a kettő, ez a cementgyárba ment, amit a rendszerváltás után szűnt meg, hát a szokásos forgatókönyv szerint, ugye szabadrablás, megvették, szétlopták, stb. Tehát ez ugyanilyen története van, mint általában, mint a legtöbb akkor privatizált üzemnek. De hát ezt a vágányt ezt már korábban felszedhették, viszont ott majd, hogyha tovább megyünk az átjáró fele, ott majd látjuk a régi nyomvonal kiágazását. Már ami megmaradt belőle. Egyébként a fatiplis betonaljakat itt is meg lehet figyelni. És akkor egy kis, tehát itt ez lesz az a vágány, ami a régi nyomvonal volt. És van itt még egy, de az már nem oda tartozik. Azt szerintem az egy iparvágány lehetett, de azt már korábban felszedték, viszont ez volt itt a régi nyomvonal kiágazása. És ott pedig látszik, hogy az átmenő vágányba, vagy hát a fővágányba ott már becsatlakozik a másik, de itt van egy vágány, ami szintén véget ér ott egy csonkába, de a régi nyomvonal az ez volt. Na, hát itt látjátok a másik vágányt, és egyébként ott van a régi nyomvonal mellettünk. És az 1982-ben átadott új nyomvonal. Itt igazából egy kunkort egyenesítettek ki, de majd mindjárt életképen is megmutatom, és történetéről is mondok egy-két szót a vonalnak. Hát akkor haladjunk szépen tovább. Tehát a régi nyomvonal, az itt van valahol mellettünk. És akkor a történetéről röviden. Tehát az Eger-Putnok vasútvonal eredetileg, az eredeti nyomvonalat követve Mikó falvát is érintette. Viszont érdekes módon, bár ugye a falunak a szélén is igazából még jó nyomvonalas ment a vasút, de megálló helyet nem kapott akkor a falu valamilyen okból. Viszont 1922-ben volt egy rendezvény sorozat, Mikó falvi passiójátékoknak hívták, és akkor engedélyezték, hogy ideiglenesen a vonatok meg is állhattak, és épült is épülete a megállóhelynek. Tehát a passiójátékok idejére a vonatok mégis megálltak, ennek itt a töltés. A kicsit közelebb is menni, csak az a baj, hogy nem járható. És 1923. július 25-től végül sikerült kiharcolni az ottani lakóknak, hogy legyen a megállóhely végleges, és innenstől kezdve ugye minden személy vonatot megállt. És át is, és Mikó falvi passiójátékok nevet is adták a megállónak, viszont 1924-ben átnevezték Mikó falvának, tehát gyakorlatilag egy évvel később. És 1982-ben kellett egy nyomvonal korrekciót végezni a vonalon, mégpedig azért, mert a
cementgyárba menő tehervonatoknak már az emelkedős pálya az túlságosan nagy kihívás volt. Ugye elég hosszú és nehéz tehervonatok mentek a cementgyárba, meg onnan. És emiatt terveztek egy nyomvonal korrekciót, ami egyenesebben halad, és kisebb a lejtviszonya. Ez a mostani jelenlegi nyomvonal. És ezzel együtt, bár minden ígéret ellenére, a régi nyomvonalat fel is hagyták és fel is szedték. Az eredeti terv az volt, és még a megszűnés előtti napokban is, ugye így tudták a mikrófalvaiak, és ezt mondták nekik folyamatosan az utolsó pillanatokig, hogy ugyan épül egy új nyomvonal, viszont a régi megmarad a személyszállító vonatoknak, az újat csak a tehervonatok fogják használni. Tehát így egy mikrófalván és a vasút megmarad. Hát ez ugye ez csak hitegetés volt, meg hát gyakorlatilag át lettek verve a falusiak, meg a mikrófalvaiak, mert ugye maradt a végleges, tehát az utolsó üzemnapon már csak akkor hirdették ki, még előtte egy héttel is. Mindenkinek, aki ott volt, meg a tanácselnöknek, meg mindenkinek azt mondták, hogy nem fog megszűnni a vonal, meg fog maradni a régi nyomvonal, továbbra is lesz vasutatok. Viszont ahogy az új nyomvonalat átadták, a következő napokban már el is kezdték felszedni a sineket. Tehát gyakorlatilag pár napon belül ezt a néhány kilométeres nyomvonalat el is tüntették. Hát most erre nem igazán lehet ész logikus magyarázatot adni, mert nyilván csak és kizárólag a tehervonatok miatt volt fontos a nyomvonal korrekció, a személyi vonatoknak nem okozott problémát, az emelkedő egyébként minimálisan nagyobb, csak de hát majd, hogyha bejárom a vonalat, akkor is jobban látszik, hogy mekkora ugye, emelkedő meg lejtő van rajta. És igazából kilométerben sem volt sokkal hosszabb, hát szerintem nincs egy kilométer a két nyomvonal közötti különbség, tehát mondhatni tényleg minimális. És mikrófalva azért elég nagy forgalmat adott a vasútnak, mert egyik azon településeknek, ahol a nyomvonal még jó helyen is van. Tehát nem az, hogy a település szélén van, és akkor kilométereket kell sétálni, ide kijutsz a vasútállomásig, nem, ott gyakorlatilag a központtól igazából pár utcányira van. Tehát ahhoz képest, hogy sokkal messzebb van például Szilvásváradon, mind a két. Ugye az állomások a megállóhelynek is a távolsága sokkal több, mint a mikrófalván volt. Ebből még Bélapád falva talán az egyetlen, ahol még ugye a szemengyári megálló, az mondhatni jó helyen van, meg ugye itt az állomás sincs annyira messze a falutól, de úgy szüntették meg a mikrófalvi megállóhelyet, hogy a vonal forgalmának a nagy részét bizonyan ők adták. De hát akkoriban ez valamilyen nem volt szempont, fontosabb volt a tehervonatoknak a nyomvonal korrekció. Viszont már ennek ellenére is megoldható lett volna, hogy a személyi vonatokat tovább és a régi nyomvonalon közlekedtessék, míg ha nem is mindegyiket, de ugye ezen a vonalon akkor is a személyi vonatok jártak, és ez most sincs másképp. De későbbiekben is akár, hogyha bármikor gyorsítottat vezettek volna be, akkor ez mehetett volna az új nyomvonalon, ugyanúgy, hogy akkor kihagyja a megállót, meg nyilván akkor többet is kihagyott volna, de azóta sem valósult meg ilyesmi. Nem is nagyon lenne szerintem itt igazán igény Szilvásváradig gyorsított vonatokra. És hát akkor haladjunk tovább itt mellettünk a töltés, csak hát eléggé begazosodott, nem nagyon tudok mellette menni. Az útátjáró után ez valószínűleg változni fog. Akkor itt is lennénk. Az útátjáró után már sokkal jobb a helyzet, itt állok a régi nyomvonalon. És mint látjátok, egész jól járható. Úgyhogy és egész jól követhető is, hogy merre ment. Egyébként megint csak reklám, elveszettségek Magyarországon. Pontosan be van jelölve a térképen, hogy merre ment. És egy körében ez egy, nem lesz egy hosszú vonalbejárás, mert mintegy 3 km hosszú a régi nyomvonal, úgyhogy azt, hogyha ennél jelentősen rosszabb állapot nem lesz, akkor azt tényleg hamar be lehet járni. És megvan még a mikrófalvi megállóhely épülete is. Egy darabig posta működött benne, az nem tudom, hogy most üzemelem még, de rögtön a bezárás után hasznosították, és egy postahivatal nyitott benne. De viszont eredeti állapotában megőrizték, és remélhetőleg azóta se változott. De hát hamarosan odaérek, és meg tudom mutatni. És már mindjárt mikrófalván vagyok, sőt, gyakorlatilag ez már az. És itt viszont itt ment az utca mellett, bár
Lehetséges, hogy ez csak utána épült be, miután a vasutat megszüntették, de itt mentek a sínek mellette. Hát itt, és itt meg van egy földút, de így legalább könnyebb lesz követni. És itt vagyok Mikó falván, és mégiscsak van itt egy vonat, itt egy V43-3000-es. És majdnem a vasúti nyomvonalon is van. Egyébként itt ment mellettem valószínűleg ez az a töltés, amíg ment. És nézzétek, V43-3000-es van. Szia, macsek! És egyébként ott a háttérben az már látszik, az volt a megállóhely épülete. És látjátok, itt vagyunk a töltésen, a Vágányok felőli oldalt, és Mikó falva megállóhelynek ez volt az épülete. És ott még megvan egy régi szelvénykő is, és a vasútnyomvonala is nagyon jól látszik ott a háttérben. Tehát ott arrafele csatlakozik vissza a Mónos bérnél a mostani nyomvonalra. Tehát tényleg ennyi volt a kollekció. Hát mindjárt megnézem ezt a szelvénykövet közelebb, van-e róla felirat, van-e rajta. Hát vanni van, csak nehezen olvasható, sőt, itt már egyáltalán nem. De itt van maga az épület, sőt, látom, be is lehet menni tovább a régi váróterembe, úgyhogy ezt majd meg fogom nézni. És van egy toj-toj-budi is kirakva, azt nem tudom, hogy minek, de van. És ez volt a váróterem. Nyilván kultúráltabb volt akkor, amikor még mit megálltak a vonatok. Nélkül látszik is azért, mikófal vagyok, hogyha ilyen szép épületet építettek a vasútnak, akkor tényleg komolyan gondolták, hogy nekik kell megállóhely, és hát használták is majd 60 évben keresztül, ameddig volt. Egy vadás feljáró egyébként, hát itt már látszik azért valami az állagolomlás. Ezek a régi zéfa födémek. Hát itt meg, nem tudom, ez villanyóra lehetett, itt valószínűleg ez egy villanyóra szekrény volt. Hát igen, ez a váróterem, hát azóta meg már látjátok, hogy grafitisek meg teggerek az évirtokba vették. Megnézem az utca frontját is. Hát valaha itt volt a WC. Férfinői. És itt még érdekes, hogy még a telefonvezeték is itt van, bár még postahivatal volt, és talán még most is az. Tehát ez még az is lehet, hogy használatban lévő. De itt nem lehet lemenni, úgyhogy meg kell keresni a másik lejáratot. És így néz ki a épület, az utcafronti része. Hát a postahivatal az működik, ott a bejárata, de más, az épület többi része nem. De legalább így ezzel a részével törődnek, ami a postáé. És akkor irány vissza a töltésre. És ezt nézzétek, mi egész jól járható itt a nyomvonal. Ellefele is, tehát itt egy kunkor, aztán vissza Mónosbélre. Itt bizony tehát csak sokáig, és hát ez még Mikó falvának a széle. Tehát itt, és most mondhatni tényleg Mikó falva az ilyen, de hát ez a egy-két utcából áll, úgyhogy itt jó helyen is volt a megállóhely. Talában a busz megálló is ott van mellette, úgyhogy itt igazán nem volt a busz se konkurencia. Ez van egy-két szúrósak, hát azokat kell kerülgetni. De gyakorlatilag a régi nyomvonalnak már a felét bejártam. Úgyhogy nem már egyszerű lesz. Na, csak nézzétek a kilátást. Egyébként ott van a távolban még a Mikó falvai megállóhely épülete is. De hát innen, a vonatból is micsoda kilátás lehetett itt. Bármilyen az igaz, az egész Egerputnok vonalra mondhatni. Még a meglévő Szilvásváradi részre is. És akkor erre tovább. Hát egy kicsit szembefényes, de most ennyire tudom mutatni a... Miért is itt a magas töltésen ment végig a vasút, azt látjátok. Van mellettünk egy csatorna, ez eddig nem volt, és itt egy picit nehezebb a helyzet, de annyira azért nem vészes. Hát mondjuk azon nehezebb lesz átmenni. Csak én mutatom, azért volt egy kisebb dzsumbúj, de nem volt vészes, mondjuk csak két szúrósakácot kellett kerülgetni.
Hát ami előttem van, azért az se semmi. Ja, és mellettem itt ilyen csatorna van, úgyhogy még így nagyon tudom kikerülni. Viszont szelvénykövek azért megvannak. És egy kisebb bozoltharc után ismét itt, és van itt némi nyom, ezek bizony bazaltkövek, hát ágyazatból. Nem sikerült rendesen felszedni, legalábbis valamennyi itt maradt, és ennyi nyom megmaradt a régi nyomvonalból, és innen viszont kristálytiszta. Innen viszont lehetem menni egyenesen. Úgyhogy hát igen, valószínűleg ide csináltak egy földutat. És úgy látom, ezt használják is, mert elég traktornyomos. De mindegy, ez most kivételesen most nekem jó, mert ezzel most tudok menni akkor rendesen. De itt ment a nyomvonal, ez biztos, térkép is mutatja. Én továbbra is nyíl egyenesen, lehet jönni a régi nyomvonalon, és itt már látszik az új, a korrigált, és ez nekem mondjam, olyan nagy emelkedők és lejtők nem voltak. Szerintem nem volt nagyobb, mint az újon. De mondom, a megszüntetés indoka az volt, hogy ott látszik az új nyomvonal. Hát az volt a megszüntetés indoka, és a nyomvonal korrekciónak, hogy nem bírják a nehéz tehervonatok azt az emelkedőt, ami ugye a régin volt, meg ezt a kanyargósabb vonalvezetést, és azért vágtak ott át egy szakaszt, hogy egyenesebb legyen, de hát látjátok, hogy ott van egy jelző, és itt megy tovább. Tehát szerintem még az új, az innen legalábbis szemre úgy tűnik, hogy még jobban is emelkedik, bár valószínűleg nem így van, különben nem csinálták volna. Hát, és itt errefele haladunk tovább. Hát gyakorlatilag itt nyílegyenesen kell menni, és becsatlakozik Mónos Béla állomása. Ott nem tudom, megvan-e még a régi nyomvonalnak a csonkája, mert amikor errefele jöttük, akkor pont nem láttam, mert a másik oldalon voltam. De itt már korábban kiszúrtam Bélapád falvánál, hogy ez megvan. Nézzétek, itt volt egy átevesz. Ez biztos, hogy a vasúté volt, mert onnan jött a vasútvonal is. Egyre közelebb vagyok a meglévőhöz, és itt tovább a régi nyomvonal. Látjátok, még némi ágyazatkő maradvány is maradt. Akkor gyerünk tovább. És itt lesz. Ott már az előbb már lehetett is látni, nagyon közel van a már meglévő. Itt fog becsatlakozni, mert szerintem Mónos Bél határába lehetek. A só métereken dúdult be a terep. Eddig simán járható volt, hát itt már nem annyira. Na és látjátok, itt jött a régi nyomvonal, és itt van az új, és a becsatlakozás is valahol itt volt. Hát, mikor azt szerintem ott még a jelző elő csatlakozott be. És itt már Mónus Bél állomás, de ezt nézzétek, ott van egy csonka. Az valószínűleg a mi parvágány volt, ez nem a régi nyomvonal. És hát errefele van az állomás. És néhány perc múlva fog is jönni egy vonat, úgyhogy kicsit rákapcsolok, nem nagyon lesz idő az állomás bemutatni, meg az állomáson lenni, mert Bélapád falváról perceken belül elindul a vonat. És szintén perceken belül itt is van. Mónus Bélről így nem van a bejelentkező videó, sőt az állomásról sem nagyon, mert éppen hogy elértem a vonatot, de odaértem, akkor megnéztem az emigrátom, hogy Bélapád falváról 2 perc elindult, és egy perceken belül ott is volt. Úgyhogy már a vonaton vissza Egerfele, aztán majd a következő festivál, meg akkor hazafele. Aztán még világos, mert szerintem valamelyre még elmegyek fotózni, majd nézek valami témát Pesten is, mert akkor ez ennyi volt, és mindjárt jön a szarvaskői rész. Ez a videó az ennyi lett volna. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, majd legközelebb találkozunk egy másik vonalbejáró túrán. Jövő hétre is van egyébként program, de ameddig nem 100%-os, addig nem mondom. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Hát pénzének az utolsó, de hát most azért is jöttem ki ide az előtérre, mert vannak utasok, én is meglepődtem, hogy azért ilyen sokan vagyunk, de tele van az utas tér, ez inkább kijöttem ide videózni, hogy ez a valamiak itt másokat. Úgyhogy ennyi lett volna, akkor köszönjük, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!